vagyok, mi kedves volt nekem. Elindulok egy szem földre, hol kék az ég. Én elköszönök mindentől, ami szép. Mondanom se kell, hogy nagy örömmel fogadtuk ezt a felkérést, ami Németországból és a keresztény egyházakból indult ki, és nem zsidó vonalra indult el ez a felkérés. Ez óriási dolog, úgy gondoljuk, hogy ez pályát ritkító. Wir möchten ganz herzlich die deutschen Besucher hier in der Kiskun-Hallaser Synagoge begrüßen. Wir freuen uns, dass dieser Anlass aus nicht-jüdischen Reihen gestartet worden ist. Wir freuen uns, dass wir heute zusammen dieses Gedenken begehen können. Und wir wollen gerne mit euch zusammen dieses Programm begehen. Most szeretnék egy kicsit magájáreggel beszélni, tehát nem mint protokoll, hanem a személyes érintettségem a családnak is nekem. Engedjétek, hogy ezt elmeséljem. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich ein paar persönliche Worte an Sie richten möchte, da ich selber persönliche Erfahrungen mit dieser Zeit habe. Und ich bitte um Ihre Nachsicht, um Ihre Geduld, wenn ich von diesen Erfahrungen. És ugyanúgy bennem is állandóan zajlik ez a dolog, hogy hogy lehet ezt feldolgozni, mint érintett. Und in mir selbst schwert es auch immer wieder, und ich denke immer wieder lange darüber nach, wie man diesen Zustand aufarbeiten könnte, wie man sich daran erinnern könnte. Úgy érzem, ez az alkalom nagyot lendít ezen az érzelmeken, ezen a feldolgozáson. Dieses heutige Ereignis kann diesen Gedenken noch einmal Schubkraft geben und es wieder in das Bewusstsein der Menschen rücken. Még annyit kívánnak megjegyezni, hogy megbocsájtani, úgy gondolom nem nekünk kellene, mert én nem bocsájthatok meg a dédapám nevébe, aki ott maradt a tűzben. Persönlich keine Vergebung geben kann, weil ich kann nicht im Namen meines Großvaters sprechen, der vor meinen Augen mir entrissen wurde. Még egy nagyon rövid történet, ami a napokban történt meg velem, ezt muszáj elmesélnem. Anbei noch eine kurze Geschichte, die mit mir persönlich vor ein paar Tagen passiert ist. Egy vacsorán, illetve egy vacsora ebéden veszek részt, ahol egy idős asszony azt mondja nekem, hogy ugye Bandi, úgy a keresztnevem szólni, tudja, hogy maga örökölni fog tőlem. Mondom, hogy lehet ez? És akkor elmeséli nekem, hogy ez a hölgy már közel száz, illetve elmúlt száz éves. Ő, amikor a zsidókat innen elvitték, utána ők bejöttek, és hát nem tudom, milyen vitték, amit találtak. Nachdem die Juden in den 40er Jahren deportiert worden sind, ist ihre Familie in die Häuser gegangen und hat dort alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. És ő megőrzött egy tálat, amit azt mondta, hogy ezt nekem akar adni, én szívesen fogadom a zsinagógában. Und sie hat dann bei diesem Abendessen erwähnt, dass sie aus dieser Zeit eine große Schale bewahrt hat, die sie ihm übergeben möchte, worauf er dann gesagt hat, dass sie das gerne in der Synagoge übernehmen möchte. Héber kifejezés, amelyik úgy hangzik, Churban. In den jüdischen Gewohnheiten
gibt es ein Wort, das lautet Kurban. A zsinagógai kalendárium 5774 eszteteje alatt egészen a II. Világháborúig a hurbát kifejezés, amely ékes magyar nyelvükön annyit tesz, hogy teljes pusztulás. Ezt a kifejezést, hogy teljes pusztulás, a zsidó hagyomány a hurbánt két kifejezésre használta a 19. századig. Az első hurbán, amely a Jeruzsálemi első szentély pusztulása volt, időszámítás előtt 587-ben, míg a második hurbán a polgári időszámítás szerint 70, amikor Titus, az akkori hadvezér, a későbbi imperátor elfoglalja és elpusztítja minden népnek, minden nemzetnek, minden embernek az otthonát, a második Jeruzsálemi szentélyt. A 20. század tragédiája a zsidó vallásban újra létrehozza e kifejezést, a harmadik kurbán. És ezt a vallásához hű és ragaszkodó zsidó használja a Shoah-ra, a holokausztra. Ti, akik Németországból eljöttetek ide hozzánk Kiskunhalasra, dieses Feuer ist nichts anderes als die Liebe und die Zueinanderkeit, die wir gegenseitig gegen uns üben. Ihr, die aus Deutschland hierher gekommen seid, nach Kiskunhalas. Er tűz hozott titeket ide hozzánk. Dieses Feuer, das wir jetzt auch erleben, dieses Feuer hat euch hierher gerufen. Nem felejtve azt el, hogy az első gyilkosság is testvérgyilkosság volt, ahogy Káin kioltotta Ábel életét, és Ábel utolsó hangjaival nem csak Ábel tüdejéből távozott a levegő, hanem azok millióinak a hangja volt ez, akik így meg sem születettek. Testvérekként meg tudjuk fogni egymás kezét, egymás szemébe tudunk nézni, és tudunk gondoskodni arról, hogy még egyszer ilyen borzalom nem csak a zsidókkal, hanem egyetlen egy teremtett emberrel se történjen meg. És bár az utazásotok már több száz kilométert ölel föl, ez mégis egy belső útnak csak egy töredéke. Mert a belső útjaink a leghosszabbak mindig. Rosenzweig, a 20. század talán egyik legnagyobb gondolkodója, úgy fogalmaz, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. És tudnotok kell, hogy nem vagytok egyedül. Mert mi ott állunk mellett. Salamon király nevével van fényjelezve, hogy mindennek rendelt ideje van. Wir lesen in der Heiligen Schrift, im Buch Hohere, in den Schriften Salomons, dass alle Dinge ihre Zeit haben. Rendelt ideje van a
játéknak, a mosolynak, és rendelt ideje van a sírásnak. Es gibt eine Zeit fürs Spielen, es gibt eine Zeit fürs Lachen, und es gibt eine Zeit des Weinens. Rendelt ideje van a halálnak, és rendelt ideje van az életnek. Es gibt eine Zeit des Sterbens, und es gibt eine Zeit des Lebens. Rendelt ideje van a hallgatásnak, és rendelt ideje van a beszédnek. Es gibt eine Zeit des Schweigens, und es gibt eine Zeit des Redens. Így tisztelettel felkérem vendégeinket, hogy tartsák meg azokat a gondolatokat, hozzák meg velünk, amelyeknek a címe miért fontos megtörni a hallgatást. Leicht, hier vorne zu stehen. Ez a meghatódó képek, videók és felvételek után nem egyszerű itten előállni. Umso mehr bedanken wir uns, dass wir hier in Kishkun Hallas, in dieser Synagoge, von Ihnen mit einer ausgestreckten Hand willkommen geheißen werden. Ezért minél jobban hálásan megköszönjük azt, hogy itt Kishkun Hallason, a zsinagógában kinyitott kézzel lettünk befogadva. Herzlichen Dank für alle herzliche Aufnahme und Bewirtung. Hálásan megköszönjük a vendéglátást, a fogadást, az étkezést. Denn wir sind uns bewusst, dass wir als deutsche Teilnehmer Teil einer schuldbeladenen Geschichte sind. Tisztában vagyunk abban, hogy német részvevőként egy bűnös múltnak tagjai vagyunk. Auch einer schuldbeladenen Geschichte Ungarn gegenüber. Egy bűnös történetnek Magyarország felé is. Und ganz besonders zum jüdischen Volk in Ungarn. Kifejezetten a magyar zsidó nép felé is. Sie hören, dass ich auf Deutsch spreche, die Sprache, in der damals die Befehle gegeben worden sind zur Deportation, die Sprache, die in den Lagern gesprochen worden ist. Ön hallják, hogy németül beszélek, abban a nyelven, amikor abban az időpont van, a parancsok lettek kiadva, elszállításra, deportációra, elhelyezésre a táborokba. Und wir wissen, dass für viele der Nachkommen, selbst der Enkel, allein der Klang dieser Sprache bedrückend ist. És tapasztalatból tudjuk, hogy még a dédmunkáknak, leszármazottaitnak, vagy a mostani generációnak leszármazottaknak a német hang, német nyelvnek a hangja szomorító vagy keserítő. Aber da wir erlebt haben, dass Gott der Allmächtige auch ein Gott der Gnade ist. De mivel azt tapasztaltuk, hogy a hatalmas Isten nem csak kedves, hanem megbocsát is. Und weil aus Worten des Fluches und des Verderbens Worte von Segen werden können. És mivel azt tapasztaltuk, hogy átokból szeretett fogalmazások is bírnak kijönni, vagy átfordulni, sind wir auf diesen Marsch des Lebens gekommen, auch nach Ungarn. Azért indultunk el, ez a élet menetén ide Magyarországra is. Wir wollen auch gerade in dieser Sprache die Worte finden, die unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern nicht gefunden haben. Kifejezetten ebben a nyelven is ezt a megbocsátó szavakat akarok megkeresni, amit a miénk nagyszülők nem találtak meg. Diese Worte können nicht ungeschehen machen, was geschehen ist. Ezek a szavak nem bírják eltörölni azt, ami történt. Mivel tudjuk, hogy a szavak, amit mondunk, nem meg bírják semmisíteni azt, ami történt, még itt a magyar földön is, ám kérjük, hogy fogadják el, hogy meg tudunk hajolni előttük, és bocsánatot kérjünk, hogy kifejezettük a szégyenünket az a dolgokért, ami Magyarországon, ezen a szép vidéken is történt. Und solange Überlebende und deren Nachkommen oder Verwandte noch unter dem Holocaust leiden, noch den Schmerz in sich tragen, solange ist unsere Verantwortung auch als Deutsche nicht beendet. Wir können dieses Kapitel nicht einfach abschließen.
ameddig a túlélőktől jelen vannak még emberek, ameddig még a nem túlélőktől jelen vannak leszámazottak, mint ezt a részletet nem bírjuk lezárva tekinteni, tovább nyitottan kell nekünk ezt nézni, és azért mi németekként idejöttünk, hogy ezt itten nyilvánosan tartsuk. Wir sind hier in einer wunderschönen Synagoge, in der sich eine jüdische Gemeinschaft trifft. Egy kifejezetten szép zsidó templomban vagyunk jelen, ahol egy zsidó hit társaság rendszeresen szokott gyűlni. Aber ich habe auch gehört, dass es hier im Umkreis sehr viele Synagogen gibt, die leer stehen. De én azt hallottam, hogy a környékben nagyon sok zsinagógák jelen vannak, amik üresen állnak. Einfach weil das jüdische Leben ausgelöscht worden ist. Simán azért, mert a zsidói élet, közélet el lett pusztítva. Magyarországból 147 vonal indult Auschwitzra, innen Kiskunhalas volt egy. Adolf Eichmann wurde in seinem Sonderkommando Margarete, das war der Deckname für diese Deportationsaktion, unterstützt von einem Mann namens Theodor Dannecker. Und dieser Mann ist in unserer, selbst nachdem die Deportationen von Horthy offiziell beendet wurden, hat er mit Adolf Eichmann bis zu seinem letzten Tag, in dem er in Ungarn verbrachte, Juden verfolgt und ermordet und deportieren lassen. Miután Horthy elvégezte, hogy leállította a deportációkat, ez a német férfi tovább is bonyolította az összeszedéseket és a kivitelezéseket, ameddig itt Magyarországon tartózkodott. Nach außen ist Tübingen eine wunderschöne kleine Universitätsstadt im Süden Deutschlands. Kifelé mutatva, Tübingen egy kis, pitorész, szép kinéző egyetemi város Németország déli részben. Aber diese Universität in dieser Stadt wurde von einem Antisemiten gegründet, der die jüdische Bevölkerung für 400 Jahre hat. Dann ist das Leid so groß, der Schrecken, dass wir kaum Worte finden, sprachlos sind. A baj olyan nagyra tud válni, hogy elveszítjük a nyelvünket, nem tudunk nyilatkozni. Erfassen können in dieser großen Menge. Mert az egyes embernek menetül ebben a nagy tömegben már nem bírunk tovább, nem bírunk észrevenni, nem bírunk érzékelni. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, Pater András, für Ihre persönliche Ansprache gleich zu Beginn. Azért személyesen megköszönjük megint Ráb Andrásnak a bemutatkozását és a fogalmazását, a nagypapája történetét. Weil es geht nicht nur um Zahlen, sondern um die einzelnen Menschen. Mert nem számokról van szó, hanem minden ember tételéről vagy életéről. Die einzelne Familie. És minden ember családjától. Ich bin Teil einer Band, die Beersheba heißt. Én egy zenecsoport tagja vagyok, akinek a neve Beersheba. Und wir haben ein Lied geschrieben im Rahmen von dem Marsch des Lebens, das genau diesen Titel trägt, Menschen ohne Namen. És mi írtunk egy részt erről az alkalomtól, ami pontosan arról szól, hogy emberek név nélkül az élet menetéért a körzetében. Ennek az ének végén elő szoktunk olvasni neveket emberektől, aki a holokauszban meghaltak. Um der Andenken zu ehren. Hogy az emléküket tiszteljük. Um zu zeigen und zu demonstrieren, dass jeder einzelne Mensch wertvoll ist und jeder Name vor Gott nicht vergessen ist. És hogy megemlékeztetjük azt, hogy minden ember számít, és Isten előtt nem van elfelejtve. Gleichzeitig sind wir aber auch gekommen, um das Schweigen über unsere eigene Familie zu brechen. De egyformán mind azért is jöttünk, hogy a csendességet a milyen család irányítból is megtörjük. Und darüber zu sprechen, was in unserer Familie gewesen ist. És arról beszéljünk, és tegyünk vallomást, ami a milyen családunkban történt. Wir wollen nicht sprachlos bleiben. Nem akarunk csendes maradni. Weil auch in dieser Zeit, auch in Deutschland, neu ein Antisemitismus sich erhebt. Mert ebben a modern időben is, Németországban az antiszemitizmus arca újból felemel magát.
Und wir in dieser Zeit, nach dem, was wir gehört haben, uns unsere Herzen zerbrochen hat über die Geschichte unserer Vorfahren, wir in dieser Zeit nicht mehr schweigen wollen. És azért, mert a személyes tapasztalatot, a rokonsági tapasztalatot tudjuk, hogy mi történt abban az időben, mi nem akarunk tovább csöndet tartani, hanem emlékezni és emléketet tenni ahol az időben, ami ott történt. Und indem wir erzählen von dem, was gewesen ist, gleichzeitig mahnen wollen, dass dies nie wieder passieren darf. Nie wieder. És azért akarunk beszélni, mert fel akarunk hívni a figyelmet, hogy az, ami akkor történt, semmikor sem nem történjen újból. Wir wollen genau diese Worte aussprechen, die unsere Großeltern und Urgroßeltern nicht gefunden haben. Mint Esztert a szavakat akarjuk kifejezni, amit a miénk nagyszüleink nem találták. Nur so glauben wir, dass Wege des Todes in Wege des Lebens verwandelt werden können. Ebben hiszünk, hogy így halál útjai átváltható élet útjaikba. Und wir in Freundschaft miteinander in die Zukunft gehen. És barátságosan együtt a jövőben tudunk menni. Aus diesem Grund möchte ich jetzt zwei Vertreter unserer Gruppe bitten, kurz nach vorne zu kommen und einfach ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Ezért két tagot, milyen csapatunk volt, kérem előre, hogy elmondják, hogy az övé tapasztalatai és élmény. Kettő ok miatt állok itt. Először, mert az Adolf Eichmann az enyém szülővárosból jön, másodszor az enyém apám miatt. Az ő apája a német hadseregben szerepelt. Er war von 44 bis Anfang des Jahres 45 von der Slowakei gelandet in Ungarn. És ősz 44-től tavasz 45-ig Szlovákiából ide bevonult Magyarországra. Er war in der Einkesselung Budapest. Ő részt vett a Budapest bekarikázásnál és elfoglalásnál. Er war dabei, wo Mordungen ő jelen volt akkor, amikor mészárolásokat és megállószakításokat bonyolítottak. Látott kinyírásokat fegyverekkel. És az egész életen át csendet tartott ettől a helyzetről. Én ezt egy nagy privilégnek tekintem, hogy ma itt bírok állni, és a csendességet ezzel meg tudom törni. Antiszemitizmus és zsidó gyűlölet könyvben nőttem fel, és azért nagyon nagy privilégnek tekintem, hogy ma itt tudok állni, és bocsánatot tudok kérni. Amikor részt vettem az életmenetekben, hittem, de másik helyeken is, nagyon sok emberekkel találkoztam, aki nagyon nyitottan fogadtak engemet. Ott van a személyes vágyom, hogy bocsánatot kérjek, meggyógyuljam ezt a helyzetet. Amit az enyém apám és a hadsereg itt Magyarországon művelt. Részt vett családok kinyírásokban, kapcsolatok lelőésekben. És fájdalomot hozott hátralévő családoknak. És ő németként nagyon sajnálja ezt a helyzetet. És bocsánatot kér. Az övé neve Caroline Heuss. Ő is Tübingenből származik. Aber meine Oma ist in Tékes, in der Nähe von Tékes, geboren und aufgewachsen. Az övé nagymamája Tékesben született, Pécs környékén ott nőtt fel. Vielleicht ist Ihnen Donauschwabe ein Begriff. Donauschwabe, az valószínűleg hallottak Ön már. Erst vor zwei Wochen hat mein Vater mir erzählt,
Két hét ezelőtt csak az enyém apám elmondta nekem, dass mein Urgroßvater, hogy a déd nagypapám im Radio über die Errichtung des tausendjährigen Krieges gehört hat, hogy a rádióban hallott arról, hogy a ezer éves háború feltámasztásról beszéltek, und er Hitler als bösen Mann bezeichnete, és Hitlert gonosz embernek megnevezte. Aber seine Entscheidung daraus war, dass er gesagt hat, ich halte mich daraus, ich werde keinen Widerstand leisten. De amikor az övé nagypapája ottan hallott ezt a szavakat, ő azt döntötte, hogy ő nem vesz az lázadásban részt, ő kihúzza magát ebből a helyzetből, és passzív marad. Mein Opa war Christ. Az enyém dél nagypapám keresztény volt. Und er wusste von der Bedeutung des jüdischen Volkes. És tudta a zsidó népnek jelentőségét. Von den kostbaren Menschen. Az értékes emberekről is tudta. Aber er hat nichts dagegen unternommen. De semmit nem csinált az ellen, hogy ők le legyenek mészárolva. Und daraus wurde er schuldig, genauso an Leid, Missbrauch und Vernichtung des jüdischen Volkes. Ebből, mert ő nem csinált semmit, azért ő is bűnösre vált, mert nem állt ellen fel azért, hogy a zsidó nép lehet mészárolva. Und ich stehe hier als Nachfrage, sie als jüdisches Volk, als kostbare Menschen um Vergebung zu bitten. Azért állok ma itt, hogy önöket, ki a zsidó népnek leszármazatai vannak, ma személyesen bocsánatot kérek azért, hogy a déd nagypapám abazitben csendben tartott. Für die Gleichgültigkeit meiner Familie. Az elnyelv. Ich meine Stimme erheben möchte gegen Antisemitismus. És azért állok itt, hogy fel akarom emelni a hangomat antiszemitizmus ellen. Und ich sage, ich bin ein Freund Israels und möchte Israel ehren und das jüdische Volk. És tisztelni akarom a zsidó népet és Izraelt, és barátnak tekintek magamnak az Izrael népnek. Köszönöm. Gemeinsam, mivel hallottuk és észrevettük, hogy önök a övéért, előtteiekért nem tudják bocsánatot adni, csak is kérjük, hogy kezet tudjunk fogni, és békességben, és megsajnálásból tovább együtt járni bírjuk az utat. Minden egyes szó, ami elhangzott, attól egyre nehezebb lett a szívünk. Nehéz volt hallgatni. Jedes einzelne Wort, das hier gefallen ist, hat unsere Herzen schwerer machen lassen und hat uns weiter bedrückt. De nehéz volt elmondani. Aber wir wissen, dass es schwer war, dieses zu sagen. Megkérem a nagy tiszteletű urakat, drága testvéreinket, főtiszteletű plébános urat, nagy tiszteletű lelkész urat, hogy fáradjanak ki, és egyéb rövid imában emlékezzenek. Wir bitten unsere geistlichen Brüder, nach vorne zu kommen und in einem gemeinsamen Gebet an diese Vergangenheit zu erinnern. Uram Istenem, már most elfogadom kezedből a halált, úgy, ahogy akaratod szerint elér. Elfogadom minden félelmével, fájdalmával és kínjával. Elfogadom alázatosan és készségesen. Sokat gondolok halálomra, hogy milyen lesz, de úgy akarok gondolni rá, hogy teljes alázatossággal fogadjam el Istentől, bárhol, bármilyen körülmények között küldje el nekem. Ezt az imát a halál elfogadásáért, sarkoházisára írta. Tudjuk, hogy hogyan halt meg,
tudjuk, hogy a Dunával lőtték, előre elfogadta Isten kezéből azt a halált, amelyet kapott, azokért is, akik ezt a halált okozták. Mindazokért, akiket ma gyászolunk és akikről most megemlékezünk, szeretnék most imádkozni. Uram, vigasztalj meg engem, hogy ne úgy szomorkodjam, mint azok, akiknek nincsen reménységük. Mert tudom, üdvözítőm, hogy te legyőzted a halált, aki te benned hisz, nem hal meg örökre, és a tünékeny élet, mint pillanatnyi álom, csak átmenetül szolgál a jövő életbe. Azt is tudom, hogy azok a kötelékek, amelyeket te magad fontál, és azok az érzelmek, amelyeket megáldottál, megszűnhettek ugyanegy időre a földön, de újra föléletnek az égben, ahol még jobban szeretnénk, mert csak benned szeretnénk, Istenem. Fogad tehát országodba, jóságos Atya, szeretteinket, bocsásd meg hibáinkat, légy hozzájuk irgalmas, és adj nekik örök békét. Nekünk pedig add meg a kegyelmet, hogy a szenvedés által megszentelve, egykor ismét együtt lehessünk azokkal, akiket annyira szerettünk, és veled, Istenem, akit mindennél jobban kell szeretnünk. Amen. Mindenható Istenünk, nem adhatunk neked más, mint ami bennünk van, a szívünknek a töredelmét, a szívünknek a gondolatainak az őszinteségét. És elmondjuk azt, amit el tudunk mondani, hogy megrendültségünk bennünk. Te látod, hogy mi vagyunk azok, akikkel ez a szörnyűség történt. Mi vagyunk azok, akikkel erőszakot vett a történelem, de mi vagyunk azok, akiknek felelősségük van abban, ami ebből származik, és ami ebből tovább adódik. Mi vagyunk Istenünk, és hozzánk tartoznak azok, akiket üldözés ért, hiszen testvért nyújtott, testvérkard nyúlt az üldözött felé, és mi vagyunk azok, akik üldöztek is. Mi szívünk termelte ki a gonoszságot, és a mi szívünk vágyja a békét. Istenünk, kérünk, hogy újítsd meg rajtunk az Ábrahám áldását, hogy gazdagok legyünk, gazdagok szeretetben, gazdagok emberségben, gazdagok megértésben, hitben és reménységben. És kérünk téged, hogy gyógyítsd a mi szíveinket, hozz megbékélést a mi szívünkben, és hozz őszinte testvériséget és egyetértést. Most pedig kérünk, hogy fogadd a Zsoltár szavát, így imádkozunk most hozzád a 13. Zsoltár szavaival, az elhunytakra, az áldozatokra emlékezve. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam. Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben napokként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Isten! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újoghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségeddel bízom. Itt, Kiskuhalason van egy olyan gondolkodó, egy olyan ember, aki a helytörténettel, Halas történetével, a környék történetével, a halasi zsidóság történetével szívügyeként foglalkozik. Így most megkérném Végső István tanár urat, hogy jöjjön, és röviden a gondolatait fogalmazza. Tisztelt egybegyűltek, igen tisztelt német keresztények, kedves gyülekezet, tisztelt halasi zsidó érdeklődők. Sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte deutsche Gäste, sehr geehrte örtliche ungarische Gäste. Nem vagyok könnyű helyzetben, egy felkérést kaptam Bucsú a fiúktól, emlékező gondolatok címmel,
azt gondoltam, hogy összefoglalom ennek a tragédiának a történetét, és ezzel tudom teljesíteni ezt az igen megtisztelő felkérést. Keresztényként nagyon nehéz azokról a bűncselekményekről beszélni, amit sajnálatos módon keresztények követtek el. Nagyon nehéz ezeket a válaszfalakat megtalálni, megtalálni a válaszfalakon túl a másik ember kezét. Azt gondolom, hogy nem keresztények és zsidók közti válaszfalról kell beszélni, hanem emberek és emberekről. Itt Kiskunhalason 1944. október 11-én emberek gyilkoltak embereket, fiatalokat, és nem is olyan nagyon idős emberek, fiatal bácskai SS-ek gyilkoltak, és tettek szégyenfoltot Kiskunhalas történetében. 1944. október 11-én a déli órákban begördült egy menekült vonat, amelyen néhány vagon zsidó munkaszolgálatosokat szállított. Im Oktober 1944, am 11. wurde, ist ein Zug mit jüdischen Zwangsarbeitern im Bahnhof Kiskunhalas liegen geblieben. Nem tudjuk pontosan, hogy miért kezdődött el a lövöldözés és a robbantások, de azt tudjuk, hogy a 101/322-es munkaszolgálatos századnak itt ért vége az útján. Wir kennen nicht genau den Hintergrund, warum dieser Vorgang hier seinen Anfang genommen hat. Was wir jedoch genau sagen können, ist, dass diese Arbeitsgruppe, die mit diesem Zug in diese Stadt gelandet ist, hier an diesem Bahnhof ihr Ende gefunden hat. Több órás mészárlás kezdődött el. 187 zsidó munkaszolgálatos, főként fiatal ember gyilkoltak meg Kiskunhalasi vasútállomáson és annak környékén. Levetkeztették őket papírjaiktól, és mindenféle imóságaitól megszabadították őket, és gödörtársadtak velük, és azokat is belelőtték a gödörbe, akik a gödör kiásását elvégezték. Danach wurden sie gezwungen, Gruben zu graben. Hierin wurden sie dann ausgelöscht, gleichzeitig mit denen, die auch diese Gruben gegraben haben. Többek ellen emberüldözés indult a városban és környékén. 9 embert értek utol bácskai SS-ek, és legyilkolták őket. 196 munkaszolgálatosnak itt ért véget az útja. Insgesamt starben hier 196 Zwangsarbeiter. Őtőlünk búcsúzunk, azoktól a fiatal emberektől, akik elsősorban 1926-os születésűek voltak, tehát minden a többségükben 99%-ban a munkaszolgálatos század 18 éves fiatal emberekből állt. Von diesen Menschen verabschieden wir uns. Sie waren großteils 1920er, 1926er Jahrgang, damit im Altersdurchschnitt 18 Jahre alt, als sie ihr Schicksal ereilte. Ma 88 évesek lennének, de nincsenek köztünk. Budapesti srácok voltak, olyan fiatal emberek, akiknek többsége már nem is tartotta nyilván azt magával kapcsolatban, hogy zsidó, asszimilálódott. Sokszor keresztény, magyar emberként hunyt el itt Kiskunhalason. Azt gondolom, hogy tudunk tőlük megfelelően elbúcsúzni, ha tisztában vagyunk a számokkal, ha tisztában vagyunk azzal, hogy pontosan mi történt itt Kiskunhalason. Azt hiszem, hogy az itt jelenlévők és az itt tanúságot tevők ezt a cselekedetet megcselekedik. Wir können ihr Andenken am besten ehren, wenn wir uns in dieser Form von ihnen verabschieden und sie in unserem Herzen behalten,
weil sie das größte Opfer gebracht haben, das man bringen konnte. És hogy nekünk keresztényeknek mit tud segítséget adni abban, hogy szembenézzünk ezekkel a bűncselekményekkel, arra csak nagyon röviden térnék ki, de azt gondolom ez a legfontosabb. A munkaszolgálatos század körülbelül 220 emberből állt. Uns als Christen gibt es für uns möglicherweise eine kleine Hoffnung, wie wir dieses Andenken weiter bewahren können. Diese Arbeitsgruppe bestand insgesamt aus 220 Jugendlichen. Ez a közel 30 ember úgy tudott megmenekülni, hogy a halasi keresztények nem csak a báskai eszeszeket segítették, hanem a halasi emberek segítették a menekülőket is. Ruhát adtak nekik, útbaigazították, illetve bújtatták őket. Ezek az emberek legyenek nekünk példáink, ezekkel az embereknek az emlékével búcsúzunk a fiúktól. Köszönöm szépen, hogy diese Menschen sollten für uns ein Vorbild sein und jede Tätigkeit sollte uns als Beispiel dienen für die Erinnerung an das, was geschehen muss. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt, nagy tiszteletű lelkész úr. Sehr geehrter Herr Geistlicher, sehr geehrter Herr Präsident. Igen, tisztelt vendégeink. Sehr geehrte Gäste. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, akik közül itt áll a tóraolvasó állvány mellett az az ember, akinek ezt az alkalmat többek között köszönhetjük. A Jóisten adjon neked sok-sok erőt, hogy ilyen és hasonló feladatokat tudj még teljesíteni. Kérem és kívánom ehhez a Jóisten áldását rád és a kedves családodra, és valamennyiőtökre, akik itt vagytok velünk. És rabbiként, lelkészként az embernek mindig az a feladata, hogy egy ilyen nehéz pillanatokkal terhes, másfél óra után valamilyen útravalót tudjon adni. A Talmud szavait idézem, melyek úgy hangoznak, Mishe misrefu nefeshe had, kön misrefu olam alé. Ékes magyar nyelvünkön úgy hangzik el talmudikus citátum, hogy aki elvesz egy életet, az olyan, mintha egy egész világot venne el. De folytatódik a gondolat. Mishe macil nefeshe had, kön macil olam alé. És a második része a talmudikus gondolatnak nem más, aki megment egy lelket, az olyan, mintha az egész világot mentenek. Aber wer eine Seele rettet, rettet ein ganzes Universum. És mi most testvérekként ezért tudunk. Und deswegen sind wir als Brüder hier zusammen. A Jóisten áldását kívánom valamennyiőtökre. Ich wünsche euch Gottes Segen. Újabbak hajnalak, szívem még fél. Nem tudom, mi vár rám, de élek még. Ezen azt tudja már, hogy hol a határ, hogy mit lehet megtennem, hogy mi az, ami fáj. Talán kicsit, így ének véget.
Wir sollten uns aber nicht nur an die negativen Sachen erinnern, sondern an die positiven Sachen. Ja. Weil von Saget aus sind die ganzen zusammengekratzten Leute auf der Wiedersehung hier auf Bachelor zusammengekratzt worden. Nee. Kontakt Nem, ugye gyertek ide, mehetem a gyakorlatban. Nem szóval majd látom. Jó volt így együtt lenni a menetben, amikor eljövünk a szinagógától idáig az állomásig, ahol történt a tragédia, amiről emlékeztünk most, és kapcsán eljöttek a milyen barátaink is ide, Kuharasra, és beiktatták ezt az alkalmat is az Élet Menete programjába. Hát, wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die an dieser Veranstaltung teilnehmen, damit wir uns an die Opfer des Krieges, aber auch an diese Arbeitsgruppe erinnern können. Ez ilyen felfogásunk szerint a bűn az a szétválasztást. Der christlichen Lehre zufolge teilt die Sünde. A szétválasztás az első bűna, a szétválasztás az ember, embert az Istentől, és a szétválasztás az embert a másik embertől. Die Sünde teilt die Menschen von Gott und von seinen Mitmenschen. Az lenne a jó, hogyha a múltak a bűnére, a szétválasztás bűnére úgy tudnánk visszaemlékezni, hogy nem akarunk ebben részesek lenni. Es wäre gut, wenn wir uns an die vergangene Sünde so weit zurückerinnern würden, dass wir uns sagen, dass dies nie wieder geschehen sollte und wir in solchen Dingen nie wieder teilnehmen möchten. Nem akarunk úgy gondolni a zsidó testvéreinkre, hogy ők is vagyunk mi, hanem úgy gondoljunk rájuk, hogy ők is mi vagyunk. Wir sollten uns an unsere jüdischen Mitbrüder dergestalt erinnern, dass sie auch wir sind. És amikor az áldozatokra gondolunk, akkor ne úgy gondoljunk rájuk, hogy ők is voltak a mások, voltak a mieink, hanem ők is mi voltunk, az áldozatok is mi voltunk. A mi gyászok is ez, és a mi tragédiáink is ez. És a elődeinek a bűne az volt, hogy úgy tudták rájuk gondolni, mert ilyen volt a kor, és így nevelkedtek, és így tanították is egymást, hogy voltak ők, akik itt nem mi vagyunk. És ha velük történik valami, az nem velünk történik. Tehát, wenn diese Vorgänge mit den anderen passiert sind, es waren die anderen, oder es geschah zu den anderen, es geschah nicht zu uns. Jézus arra tanít minket, hogy ez a bűn, amikor a másikra úgy gondolod, hogy ő, aki nem te vagy, akivel bármi megtörténhet, az nem érni téged. A mi gyászunk az, hogy ők is mi voltunk és mi vagyunk. És csak kérni tudjuk a zsidó közösségnek a képviselői és a tagjait, hogy engedjék meg nekünk, hogy mi is úgy gondoljunk rájuk, ennek mindenek ellenére, hogy ők azért mi vagyunk, és így töltsük be a Krisztus törvényét. Most a közös gyászunk jeleként engedjék meg, hogy koszorút helyezzünk el ezen a helyen, itt a rendezvénynél.
Vergebung und um Versöhnung und Freundschaft. Abszolút is emlékezünk, hogy meggyónjuk, de barátsági kezet is kérünk. Aber er steht auch dafür, dass wir gemeinsam Zeichen setzen gegen den modernen Antisemitismus. De abban a jelenben is történik, hogy jelet adunk a modern antiszemitizmus ellen. Als wir eben die Synagoge verlassen haben, habe ich zuerst meine Kippa abgesetzt. Amikor elhagytuk éppen a zsinagógát, akartam levenni a kippát. Hab sie dann aber ganz bewusst wieder aufgesetzt. De szándékosan visszaföltettem. Im letzten Jahr ist in Deutschland, in Berlin, glaube ich, war es, ein Rabbi auf offener Straße zusammengeschlagen worden. Elmúlt évben Berlinben, a fővárosban, egy Rabbi nyitott utcán össze lett verve. Einfach deshalb, weil Jude ist und eine Kippa getragen hat. Csak azért, mert ő zsidó, és nyitottan viselte a kippát. Daraufhin hat es in verschiedenen Städten in Deutschland einen Kippa-Flashmob gegeben. Azért azon követően többféle német városban egy Kippa-Flashmob megjelent. Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden sind aufgestanden, haben sich an Plätzen in Städten versammelt, ich weiß von Stuttgart und auch Leipzig. Többféle keresztény egyházakból fölálltak keresztény testvérek, és többféle nagyobbik német városban, Stuttgarton például is összegyűltek nyitott helyeken. Einige von uns waren in Stuttgart mit dabei. Egy páron, aki ma jelen van, Stuttgartban is jelen volt. Wir haben alle eine Kippa aufgesetzt. Mindenki viselt egy kippát. Und sind damit bewusst auf die Straße gegangen. És ebben nyitottan mentünk az utcára. Um damit in unserem Land ein Zeichen zu setzen. Hogy a miénk országunkban egy jelet állítsunk fel. Dass wir uns wünschen und dafür aufstehen und dafür nicht schweigen werden. Hogy kívánunk, hogy nem fogunk csendes maradni, és ezt látni akarjuk. Dass unsere jüdischen Freunde in unserem Land, und das gleiche wünschen wir uns hier auch für Ungarn, ohne Bedrohung ihren jüdischen Glauben auch in der Öffentlichkeit leben können. Hogy a zsidó testvéreink fenyegetés nélkül a nyitottságban élni bírják az övé vallásukat. Und als eine kleine Erinnerung dafür, dass wir da waren, vielleicht kommen wir ja auch wieder. Egy kis emlékként, azért mert jelen voltunk, habe ich zum einen hier eine Postkarte. Und auf dieser Postkarte ist ein Davidstern zu sehen, aber kein gewöhnlicher Davidstern, sondern das ist ein Davidstern, der aus Menschen gebildet ist. Ezen a postakártyán jelen van egy Dávid-csillag, ami emberekből van alakítva. Und auf dem Tübinger Marktplatz, auf dem im Dritten Reich es Aufmärsche der Nazis stattgefunden haben. A tübingi nagypiacon, ahol a harmadik nagy állományban felvonulások történtek, haben wir ganz bewusst diesen Davidstern gebildet, um zu zeigen, wir stehen an der Seite Israels und des jüdischen Volkes. Nyitottan megmutattuk ezt a Dávid-csillagot, hogy bebizonyítjuk, hogy a zsidó állam és a zsidó emberek mellett állunk. Um zu zeigen, dass wir auch an eurer Seite und an deiner Seite stehen, möchte ich dir das gerne überreichen. És ezzel, hogy megmutassam, hogy melletted állok, ezt a képet így át szeretném neked adni. Genauso auch hier dieses die Karte von Ungarn mit der Route vom Markt des Lebens und auch genauso den Stern, Davidstern an den Orten, wo wir hier gewesen sind, in Baja Pest und hier in Kiskunhalas. Als Erinnerung möchte ich dir das gerne überreichen, als Zeichen auch unserer Freundschaft, unserer Verbundenheit und dass wir an eurer Seite und an der Seite des Volkes Israel stehen werden und nicht mehr schweigen werden. Másik képet, barátsági jeletnek át szeretném neked adni, ahol meg lehet látni, ahol felvonultok Magyarországban is, hogy megmutassunk, hogy barátokként állunk a zsidó nép mellett, és te melletted is, hogy bebizonyítjuk, hogy nem fogunk tovább csendet tartani, hanem mondani fogjuk, hogy ez így nem jó. Sok minden kavarog, amit el kellene mondani. Es wird sich sehr viel in mir, was ich sagen müsste. Elsősorban, hogy ide kigyalogoltunk ugyanazon az útvonalon, ahol a rokonaim, őseim kilettek hajtva. Wir sind dieselbe Route entlang gewandert, auf der vor mehr als 60 Jahren meine Verwandten, meine Freunde hinausgetrieben worden sind.
ahol már említettem, a dédpapámat tolószéken hozták el idáig, és utána elvették a tolószékét. Wo sie meinen Vater in seinem Rollstuhl hierher gebracht haben und beim Besteigen des Zuges ihn seinen Rollstuhl weggenommen haben. És vitték a szegedi téglagyárba őket, és onnan Auschwitzba vittek két szerelvényt, és egy szerelvény menekült meg. Und wo sie von hier aus zwei Züge in die Szegeder Sammelstelle geschickt haben, wovon ein Zug letztendlich in Auschwitz angekommen ist. És itt áll az az emlékmű előtt, ahol lelettek mészárolva a fiatalok. Gleichzeitig vor diesem Andenken zu stehen, wo diese ungarische Arbeitstruppe ermordet wurde. Itt szeretném megköszönni a német vendégeinknek, a társ egyházaknak, hogy ezt megszervezték, eljöttek. Hier an diesem Platz möchte ich den christlichen Häusern, den deutschen Gästen, herzlichst danken, dass diese Organisation vorbereitet wurde und dass ihr an diesem Andenken teilgenommen habt. És egy őszinte kézfogással tudomásul vettük, hogy ők velünk vannak. Und mit einem ehrlichen Händedruck verstehen wir, dass ihr mit uns seid.